A kollekció darabjai között találunk ékszereket, fejdíszeket, medalionokat, gyűrűket, diadémokat, karkötőket, fülbevalókat. Aranyból készült fegyvereket, tört, kardot, harci csákányt is bemutatnak. Ezek díszfegyverek voltak, nem harcoltak velük. Tulajdonosuk magas rangját jelezték, valamint vallási szertartásokra is használták őket. Az ékszerek és fegyverek mellett a hétköznapi élettárgyait, edényeket, bögréket, kannákat és pénzérméket is bemutatnak az érdeklődőknek. Mindazok, akik részt vettek ennek a kiállításnak a létrehozásában, megértették azt, hogy akár csak egy igazi óbor esetében az ókor kincseit is akkor lehet a leginkább élvezni, hogyha azt egy barát, egy szomszéd társaságában tesszük. A molinókon az is látszik, hogy a kiállítás szervezői a tárgyak elkészítési módjára is figyelmet fordítottak, illetve azt is bemutatják, honnan származnak. Elmondásuk szerint a tárgyak struktúráját kell megérteni. Az észtkori aranyleletek között szerepelnek olyanok, amelyek az emberi történelemben készült legkorábbi aranytárgyak közé tartoznak. Nagyon nagy megtiszteltetés városunknak, hogy ezt az egyedülálló tárlatot Debrecen után most mi is bemutathatjuk Magyarországon. Ez a kiállítás tovább erősíti Szeged és Románia egyébként is erős és jó kapcsolatát. A tárlat vándorkiállítás. Eddig 19 városban volt látható. Szegeden került utoljára a közönség elé, utána visszautazik Romániába. A Fekete Házban az év utolsó napjáig tekinthető meg.